hozzám ezt a szvagyoló, hullámokon szaggató, csajoknál le parkoló, verdába be, nem a lepattanó. Hello sunshine, nyári nyaralás, a balcsi parton megy a kánkán. Pörgés fel a napot, kell egy banán, meg egy kivi, este parázol a csajoknál, pár itt a pici, iszi, ciki, vagy nem, de ha ideg a víz 6 centi. Bámulok a strandon. Sziasztok, én Minya vagyok, ez pedig itt a Minya Channel legújabb videója. Ahogyan ígértem, a Primer Challenge nevű játékkal fogunk játszani, ami egy picit hasonló, mint a Chego. Azonban itt a két team, enemy team, az egyik az emberek, a másik pedig a dinoszauruszok. Nem is húzom tovább az időt, vágjunk is bele a játékba. Amint lehetőségem lesz rá, természetesen meg fogom mutatni azt is, hogy hogyan néz ki dinoszauruszként ez a játék. Menjünk is. Hát ez sajnos nem jött össze, azt megöltek. Elég rendesen elbénáztam a dolgot, és már sem engedett a szakaszokhoz. De most kipróbáljuk a lángszórót. Ezzel megcsapkodjuk a szájukat rendesen. Ugye a hangtechnikai beállítások elnézéseket kérem, igyekszem megoldani és folyamatosan finomítani a játék beállításokat. De ugye nyilván ehhez először a berepülő körét a játéknak le kell zavarni. Ami ugye általában, hát sajnos nálam, nem minden videósnál, de nálam ugye ez az első egy-két videót jelenti. És ott is van már is egy repülő jószág. Valahol itt van valami. Ezt egy kicsit megpirítjuk. Sikerül vagy nem. Általában azért sikerülni szokott. Jön megint vissza piton. Nem tudom, hogy hívják ezt a jószágot. Ezt egy kicsit megsütöttük. Ez így rendben is van. Ezt egy kicsit sikerült megsütnünk. Nézzük meg a csapatleosztásokat. Igen, mi hárman vagyunk emberek, és kettő dinoszaurusz van. Oké, ez meglógott. És ugye megint elkaptuk a madarat, erősen megörlött. Ugye továbbra is két dínó van, tehát őket el kell. Itt egy nagy jószág. Hát ezt mindenképpen meg kell nézzétek. Ezeket föl kell perzselni a rákba. Hoppá, ez mi volt? A kis köcsög, jaj, egy raptor. Aha. Jól van, tündérbogaram, gyere csak, gyere. Széttéplek, hogy fogsz a lábbőlőt. Vagy te engem. És igen, player 64 elintézett. Urá! Nem lehet átállni a dínókhoz. Rend,
rendben van, semmi probléma, megyünk tovább, és megpróbáljuk őket írtani. Megpróbálok azért alapvetően a játékos társak közelébe keveredni. Mégiscsak az a biztos, hogy... You wanna go? Ezt szépen kicsinált. Kész, el is intézett, csá. Jó, semmi probléma. Újra felvesszük a box kesztyűt. És újra elindulunk. És megint elintézett. Emberként nem vagyok túl profi, de talán dinoszauruszként egy kicsit. Lehet, hogy jobb leszek, vagy nem. Ki tudja. Most mondjuk kaptak egy szép falatot, de... I'm going for supplies. Okay. Igazából bármikor visszajöhet bármelyik. Hát ez nem lesz túlságosan irányadó. Okay. Bogyót megsütöttük. Sült dínó lett belőle. Nem figyeltem, hogy kit intéztem el. És 10 életem van. Szerintem itt most meghalunk, be is fejezzük. Online játék esetén azért legtöbbször értesíteni szoktam a játékos társakat, hogy itt egy videó készül, mint ahogy itt is láthatjátok, most mi nyertünk. Tehát az emberek nyertek, ettől függetlenül sokkal rosszabb eredményt éltek el a dinoszauruszok, mint mi. Ja. Most ugye meg tudom mutatni, hogy milyen dinoszauruszként a sztori. Ugyanis ugye ebben a körben, ilyenkor ugye enemy teamcsere van. Tehát azok a játékosok, akiket eddig... Azok a játékosok, ugye, akik eddig emberek voltak, azok most dinoszauruszok. Akik pedig ugye dinoszauruszok, azok pedig most emberek. Azért van, mikor nem megy olyan faszán a dolog, de most egész tűrhető. Dinoszauruszként már rögtön két ölés. Ugye van, mikor nem megy olyan frankon a dolog, de most kifejezetten úgy érzem, hogy dinoszauruszként egy kicsit jobb a szitu. Ah, you wanna fight? Egy kicsit őt kicsináljuk, meg is öltük. Oké. Okay. Jó, srácok. Igazából ez az első rész, ez egy berepülő része a videózásnak, illetve hát erről a játékról készített videónak. Tehát, ja. Írtunk nekik egy picit, remélem jól fogalmaztam.
Oké, és... Na, srácok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a próba, vagy berepülő, vagy teszt videót. Remélem tetszik a játék, ha szeretnétek még erről videót látni, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, privátban, tehát privát üzenetben a csatornára, vagy egész egyszerűen látogassatok meg a ts.binyach.com oldalon, hanem Teamspeak-en, készséggel szeretettel várok mindenkit, és köszönöm, hogy megnézted a videót, lájkolni, feliratkozni, stb. Stb. Ér, és nagyon szépen köszönöm. És hamarosan érkezem a következő résszel, az pedig már komolyabb hangvételű és egy kicsit hosszabb játék lesz, illetve ugye itt mérlegelem a hangbeállításokat. Köszönöm, hogy megnézted, sziasztok!